Egy hónapon belül már a második Mismitakin bébi született itt a Nyíregyházi állatparkban. Ennek nagyon örülünk, hiszen ez a faj végveszélyben van. Az egész világon mindösszesen 3500 egyedél a szabad természetben belőle, sajnos az élőhelyük pusztulása és az orvadászat tizedeli állományaikat, az elmúlt 25 évben 30%-kal csökkent az állományuk. Itt a Nyíregyházi állatparkban egy tenyészcsapat található, a HIM 2009-ben, még nőstényei 2014-ben érkeztek hozzá, és egy-két évente mindig van szaporulat. A takinféléknek 4 alfaja van, az itt látható Mismi takinok a Mismi hegyről kapták a nevüket, ami a Himalájában található. Élőhelyükön 1000-3000 méter magasságban fordulnak elő, ahol nem csak vastag bundájuk védi őket a hideg ellen, hanem az ívelt orrhát is, az úgynevezett kosorr, hiszen ez előmelegíti a tüdőbe áramló levegőt. Itt a Nyíregyházi állatparkban egy hónapon belül 2 kis mismitakin is született, a márciusi születésű egy nőstényi varúállat, a mostani pedig egy bikaborjú. A most született kicsivel már 9 tagot számlál a Nyíregyházi állatpark mismitakin csapata.